Köszöntöm a nézőket, már is kezdődik egészségügyi és életmód magazinunk, a Medicina. Sokan fogadalmakkal lépik át az új év küszöbét december 31-én. Az ígéretek többsége az egészség megőrzésével áll összefüggésben, a kezdeti elszántság azonban jellemzően néhány hónap után visszaesik. Utána jártunk, ki mit fogadott meg a 2021-es esztendőre, és mit gondolnak a szakemberek. Na, szevasz testvérem, boldog új évet! Na mi van, te fogadtál meg valamit? Én mindent. Nagyon bekezdek az új évbe, tessem, diéta, kigyúrom magam, szana szét, korán fogok felkelni, ez az év az enyém, frankon. Na, befogyasztok, szétgyúrom magam, baró lesz. Akarsz, gyere velem, majd húzlak magammal, jó van? Na, majd hívjál, na csók, szia! Na, szia, mi újság? Hogy állnék, hagyjál már. Anyám állandóan egy nokedli meg a húsokat csinálját, így hogy diétázzak, meg hogy edzek. Hát te is nagyon jót tudod, hogy gyúrásnak 80%-a kaj, azt ezekkel vagyok összezárva, rendes ellenségeim. De hogy megyek edzeni, menjen, aki akar, meg bolond. Az edzést is befizettem, a bérletet kidobtam az ablakba. A magyar humorista által közített videó is azt az üzenetet közvetíti, milyen nehéz betartani az év elején tett ígéreteket. Az újévi fogadalmak története egészen a 4000 évvel ezelőtti időkre nyúlik vissza, amikor az ősi babiloniak első ízben ünnepelték meg az új év beköszöntét. Az Akitu névre keresztelt 10 napos vallási fesztivált ugyan nem januárban, hanem március végén, a tavaszi napi egyenlőség utáni első éjszakán tartották. A babiloniak a napisten újjászületésének tiszteletére vigadtak akkoriban, egyúttal megfogadták, hogy egész évben igyekeznek isteneik kedvében járni. Napjainkban a január elején összeírt képzeletbeli listán jellemzően olyan ígéretek szerepelnek, amelyek az egészség megőrzésével állnak összefüggésben, és a fogadalmaknak csupán 5%-a kapcsolódik szociális jellegű célokhoz, a társasági élet vagy a családi viszonyok javításához. A leggyakoribb fogalom világszerte, nem csak Magyarországon, hanem az egész világban, ez a lefogyok kezdetű fogadalom, aminek az ikertestvére a leszokok a dohányzásról. Aztán a következő kategória lehet a elkezdek sportolni, életmódot váltok, takarékoskodok, spórolok, és több időt töltök a családdal, ezek így sorban egymást követik a fogadalmak. A legtöbben december 31-ére időzítik a maguknak tett ígéreteket, hiszen az új évet köszöntve lehetőség nyílik a változásra, egy új élet kialakítására. Legalábbis elméletileg. A tapasztalat azonban mást mutat. A statisztikák szerint az évvégi, illetve januári ígéretek többsége kudarcba fullad. Ennek hátterében az elhatározás hiánya mellett sok esetben külső tényezők is állhatnak. Az egyik az az, hogy ezek a vágyak, ezek csak így lógnak a levegőben, tehát az, hogy szeretnék lefogyni, ez így önmagában kevés. Ezt meg kellene előzze egy konkrét tervezés, step by step, apró lépések alapján fölépítve, mert csak így kivitelezhető. A másik dolog, ami nagy akadálya, az az, hogy az emberek nem kitartóak, tehát nyilván ez egy hosszabb folyamat eredménye, mind a dohányzásról leszokás, mind az életmódváltás, a sportolás, és hát hamar beletörik a bicska, elfogy a kitartás. És még egy nagyon fontos szempont az az, hogy ugye az emberek nem készek arra, hogy megváltozik az életük. Tehát, hogyha valaki le akar szokni például a dohányzásról, akkor mindjárt a reggeli rituáléja változik, és bizony nagyon sokan ezt nem gondolják át, nem készek arra, hogy megváltozzon az életük, és ezért pillanatok alatt megakad a folyamat. Ha valaki tesz egy fogadalmat és elindul az úton, hogy megvalósítsa, változni fog. Az ő változása kihat a környezetre, és nyilván a környezet sem tud már olyan lenni, mint korábban volt. Figyelnünk kell egymásra, és türelemmel kell lennünk egymás iránt, és segíteni a változni akarókat mindenféleképp. A környezet az sokat számít, nagyon támogató tud lenni, és ugyanakkor meg nagyon demoralizáló is, ha például kineveti a sikertelenséget, vagy a megbotlásokat. Szóval én azt gondolom, hogy a környezet, hogyha segíteni akarja azt az embert, aki változni akar, az mindenféleképp legyen támogató. Sári Judit klinikai szakpszichológus szerint érdemes előre megtervezni a változtatás folyamatát, így nagyobb eséllyel teljesülnek a kitűzött célok, amely elégedettséggel tölti el az embereket.
apró célonként osszák fel a nagy fogadalmat apró célokra, és lépésről lépésre ezeket a célokat próbálják meg teljesíteni, és nem szabad megijedni attól, hogyha nem sikerül mindjárt, hanem ki kell tartani, újra megpróbálni, nekifutni. És kitartás, kitartás, ez a lényeg. Mindenképpen sikerélmény, már csak azért is, mert változásokat tapasztal meg a saját életében, az interpersonális kapcsolatrendszerében, változik az élete, és mivel fogadalmat tesz, nyilván javítani akar az életén, nem rosszabbítani, ezért ez mindenféleképp önbizalmat ad, elégedettségérzést ad, jó irányba viszi az embereket. Utána jártunk a városban, ki mit fogadott meg januárban. A diákok inkább, hogy ötösök legyenek mindenből, vagy hogy jobban tanuljanak, és hát így több most nem jut eszembe, mert én nem nagyon szoktam megfogadni dolgokat, csak így évközben. Ez nem feltétlenül új évkor kell, hanem bármikor, amikor úgy döntünk, hogy meg szeretnénk változtatni. És van esetleg olyan dolog, ami szeretnél mondjuk változtatni? Hát szerintem most nem. Nem csak év ilyenkor fogadok meg, hanem bármikor, de következetesen megpróbálom betartani. Úgy különösebben nincs újévi fogadalmam. A sportos életvitel kialakítása is előkelő helyen szerepel a fogadalmak között. A szakértők ehhez is a lépésenkénti haladást tanácsolják. Gál Andrea aerobik tréner szerint az edzés nem kiválasztása attól is függ, hogy ki milyen céllal szeretne életmódot váltani. Én azt gondolom, hogy körülbelül a 70%-a a fogadalomtételeknek nem igazán sikerül. A 10-15-20%-a, ami tényleg sikerülhet az embereknek, azt gondolom, hogy mint itt is, mint az életben is, hogy mindig apró lépéseket kell követni. Jó? Tehát nem az kell, hogyha szeretnénk elkezdeni mozogni, akár futni, bármi sportolni, otthon nekiállni, esetleg egy kicsit bármilyen tornát elkezdeni. Tehát nem maratonnal kezdjük. Jó, tehát mindenképpen apró pici lépésekből, tehát először kezdjünk el esetleg sétálni, gyalogolni, gyors gyaloglás, aztán lassan kocogni, jó? Tehát bármilyen sportra ez vonatkozik. Ugye most eléggé korlátozva vagyunk, mert nincsenek nyitva az edzőtermek, és az edzők sajnos nem igazán tudnak segíteni az embereknek. A teljesen amatőr emberke, aki nem igazán ismeri ki magát a sportvilágába, nagyon-nagyon nehéz ő neki elkezdeni bármelyfajta mozgásformát. Azért is, mert nem tudja, hogy esetleg mi jó ő neki, és nem tudja, hogy milyen formába kezdje. Aki szeretné tényleg betartani az újévi fogadalmát, és szeretne elkezdeni sportolni, mindenképpen nem csak a sportot emelném ki, hanem gyakorlatilag az étkezésre való odafigyelést. Jó? Tehát a kettő azt mindenképpen összefügg. Az egyik nem működik a másik nélkül. A sportra visszatérve nagyon-nagyon sok szuper home videó van az interneten. Mi edzők is nagyon próbálunk igyekezni, segíteni akár a vendégeinket, akár az átlag embereket étkezés, étrend ajánlásában, vagy a mozgás terén. Mint mondtam, nagyon összetett a feladat, mivel teljesen egyéni mozgást kell kitalálni az embereknek, tehát mindenkinek más a jó. Nem mindegy, hogy az új év alkalmával, tulajdonképpen ugye a fogadalomtétel után az ember csak fogyni szeretne, csak fogyni. Nagyon-nagyon nehéz dolog. Esetleg pár kilót, vagy nem mindegy, hogy 30 kiló felesleg van az emberen. Nem mindegy, hogy preventív célra milyen mozgást találunk magunknak, mert ugye mindenkinek akadhatnak különböző mozgásszervi problémák, vagy akár betegségek, tehát ez nagyon-nagyon összetett dolog. Mindenképpen azt gondolom, hogy lehet már kommunikálni az edzőkkel, tehát bárkire rá lehet tényleg üzenetet írni, vagy rákeresni az interneten, vagy felhívni telefonon, mert azért egyedül nehéz ennek nekiállni. A szakemberek tehát egyetértenek abban, hogy az új évben nem árt változtatásra törekedni. Fontos azonban, hogy a drasztikus döntések helyett csak kismértékben módosítsunk az életünkön. Nem könnyíti meg a vírushelyzet a véradók toborzását. A Magyar Vöröskereszt 2020-ban az évvégi kampányokkal tudta csak elérni a korábban megszokott számokat. Viradó lehet bárki, aki elmúlt 18 éves és egészségesnek érzi magát. Az önkéntességhez pedig lakcímkártyára, személyigazolványra és tajszámra van szükség.
A vér nélkülözhetetlen a rászoruló betegek gyógyításában. A tudomány mai állása szerint ugyanis mesterségesen nem állítható elő. A hazai egészségügyi intézmények munkája éves szinten nagyságrendileg 390 ezer véradással biztosítható, így a folyamatos ellátáshoz napi 1600-1800 véradóra van szükség. Általában úgy éljük az életünket, ha szerencsések vagyunk, hogy nem ér minket különösebb nagyobb baj, baleset, és az ember ezt úgy elfelejti, hogy milyen törékenyek vagyunk, és mennyire tényleg egy másodpercen múlhat az életünk, vagy az egészségünk bármelyik pillanatban. És biztos, tehát az a gondolat, hogy van vértartalék, és hogyha én bármikor bárki olyan állapotba kerül, hogy az megmenteti az életét, az szerintem iszonyatosan fontos, és ez egy olyan végül is apróság, egy pár csak, egy egészen kevés vér, ami tényleg nagyon fontos lehet, és valakinek az egész életét megváltoztathatja egy adott tragikus pillanatban. Úgyhogy hogy mindenki adjon vért. A közszereplők és hírességek közül is sokan sokféleképpen kampányolnak a véradás mellett. Bényi Ildikó műsorvezető jószolgálati nagykövetként 15 éve segíti a Vöröskereszt toborzásait. Az egészségügyi intézmények vérkészítményekkel való ellátása folyamatos feladat, amelyhez elengedhetetlen a véradók segítsége, hiszen az emberi vér csak emberi vérrel pótolható. A véradás jelenleg is a legegyszerűbb módja annak, hogy a veszélyhelyzetben valaki segítse az egészségügyet. Aki vért ad, tényleg életet ad. Egy véradással 3 életet menthetünk meg. Üres székek fogadták stábunkat az év első véradásán, a Bácskai Kultúrpalotában. Az önkéntesek száma télen a megfázásos betegségek miatt egyébként is visszaesik, de jelenleg a vírushelyzet sem könnyíti meg a Vöröskereszt munkáját. Nehezebbek voltak a véradás megszervezései, és a másik, hogy kevesebben is jöttek. Vagy azért, mert még nem tudták, hogy lehet ebbe a vészhelyzetbe vért adni, hogy milyen szabályok vannak, vagy pedig azért, mert maguk is féltek egy kicsit a véradók. Az év vége felé, úgy december elején, akkor lehetett érezni, hogy talán egy kicsit jobban mozgolódtak a véradóink, és többen jöttek, hála Istennek. Úgyhogy végül is, hát azt nem mondom, hogy jól zártuk a tavalyi évet, mert ezt nem lehet ebben a helyzetben mondani, de viszonylag elégedettek vagyunk. Főiskolás koromban voltam először vért adni. Az egy meglehetősen kellemetlen élmény volt, de csak azért, mert nem kaptam megfelelő tájékoztatást. Azóta már tudom, hogy a vérvétel és a véradás az teljesen különböző dolog. Akkor nem reggeliztem, akkor nem ittam elég vizet, azt hittem, hogy oda is éhgyomorral kell menni. Ezért meglehetősen nehéz volt levenni a vért, úgyhogy ez nem egy kellemes emlék számomra. Viszont utána annál jobb volt a második, hiszen akkor már a lehető legjobb körülmények között sikerült vért adnom, nagyon örültek is neki. És annál nagyobb boldogságot és meglepődöttséget, meglepetést nem is lehet érezni, mint amikor érkezik az SMS, hogy éppen az ember vérét most szállították ki. A vér az emberi test egyik legfontosabb alkotó eleme. Elsődleges feladata az oxigén, a széndioxid, a tápanyagok, salakanyagok és hormonok szállítása, valamint fontos szerepet játszik a szervezet hőháztartásában és a kórokozók elleni védelemben. Egy felnőtt embernek átlagosan 5 liter vére van, ebből körülbelül 0,5 liter tartalék, amely szükség esetén mozgatható. Nem véletlen, hogy egy véradás alkalmával 4,5 deciliter vért vesznek le. A véradás az a fajta segítségnyújtás, amihez nem kell más, csak jó szándék. Bárki számára adott a lehetőség, és nagyon sok embernek lehet ezzel segíteni. Nem függ pénztárcától, csak is kizárólag időráfordítástól és a jó szándéktól. A véradás a vírushelyzetben is a megszokottak alapján történik. Néhány plusz szabályra kell csak figyelni. Aki életében először szeretne adni, akkor be kell tölteni a 18. évét, és nem lehet több 60 évesnél. Mert 65 éves korig lehet vért adni, de 60 éves korig lehet először vért adni. Egészségesnek kell, hogy érezze magát. Most ebben a helyzetben, amiben most vagyunk, nem szabad, hogy 2 héttel előbbi időszakban külföldön járjon, és hát amikor megkérdezzük, hogy tartózkodott-e olyan személlyel egy háztartásba, vagy egy légtérbe esetleg, akiről tudja, hogy covidos volt, akkor arra a válasznak az kell, hogy nem legyen.
és akkor elvileg jöhet és jelentkezhet. Amikor belép a véradás területére, akkor egy hőmérsékletmérés van, illetve mindenkinek maszkba kell lenni. Nekem is itt van a maszkom, most csak amíg nyilatkozom, addig vettem le. És a véradás végéig maszkba kell lenni. Abban az esetben, hogyha a véradás folyamán, de ez csak a véradásra vonatkozik, úgy érzi, hogy őt nagyon zavarja, esetleg rosszul lét környékezés van, akkor leveheti a maszkot arra az időszakra. A vért a mai állás szerint semmi mással nem lehet pótolni, tehát még nem találták fel sajnos azt az anyagot, amivel pótolni lehet, úgyhogy ezért nekünk ebben az évben is nagyon-nagyon nagy szükségünk van arra, hogy jöjjenek a véradók. Az előbb elfelejtettem mondani, hogy amikor valaki véradásra jön, előtte egyen. Tehát ez nem vérvétel, hanem véradás. Előtte enni kell, és bőségesen kell folyadékot fogyasztani. Elég korán, 6 éves koromban volt egy nagyon súlyos autóbaleset a családban, és akkor nem csak én, hanem a nővérem és a szüleim is kaptak nyilván vért. Akkor nem fogtam fel ennek a jelentőségét, később sem foglalkoztam vele. És később egy kampányban, egy 10 évvel ezelőtt kértek meg, hogy segítsek. És azóta véradóként vagyok kezelve, bár nagyon nem sokat járok. Nem is nagyon jártam, tehát azt hiszem, hogy 2 év alatt, vagy 3 év alatt vért legutóbb. De azt gondolom, hogy ez tényleg az az adakozás, úgymond, ami biztos, hogy jó helyre került. Mert valószínűleg nem vámpírok kapják meg, mert ember kaphatja meg, úgyhogy itt nagy baj nem lehet. Magyarországon a vérellátás során szakmai követelmény, hogy lehetőség szerint minden beteg a saját vércsoportjának megfelelő vért kapjon. 4 vércsoportot különböztetünk meg, A, B, AB és nullás. Magyarországon a leggyakoribb vércsoport az A-s, még a legritkább az AB-s. A vérátömlesztés szempontjából az AB0 vércsoport rendszer után az RHD vércsoport a legfontosabb. Ha a vérünk tartalmaz RHD antigéneket, akkor RHD pozitív, ha nem, akkor pedig RHD negatív vércsoportról beszélünk. Nagyon sokan azt hiszik, hogy akinek vérnyomás betegsége van, az nem adhat. Ha a vérnyomása kezelve van, tehát szedi rá a gyógyszert, akkor adhat. Viszont ha nincs kezelve, akkor nem adhat. Több olyan betegség is van, amivel lehet adni, hogyha szed rá gyógyszert. Ezt a legjobb úgy, hogyha úgy jön el valaki vért adni, hogy elhozza a papírjait, és akkor a doktornő ránéz, és akkor ő azt mondja, hogy igen, adhat, ezzel most inkább ne, és akkor rá még nagyobb feladat hárul, mert szoktam mondani ilyenkor, hogy az ő feladata az, hogy maga helyett minden véradásra, amikor hallja, hogy valahol véradás van, legalább 2 embert küldjön el. Nekem gyerekkorom óta fontos ez az ügy. Onnan indult, amikor a postaládába lementem a levelekért, és édesanyának fölvittem, és találtam közte egy levlapot, és volt rajta egy csepp, piros. És hát nyilván gyerekének ez mondja, mi ez a lap. És azt mondta, hogy ezt azok küldik nekem, akiknek vér kellett, és megkapták az enyémet. Anyukám nagyon nagy véradó volt, és ez eléggé becsípődött nekem akkoriban, és én is az vagyok, úgyhogy mindenkinek üzenem, hogy aki teheti, induljon el vért adni, mert nekünk csak pár perc másnak az életet jelentheti. És ha kiálljuk a szúrópróbát, akkor lehet, hogy kapunk matricát is. A Bácskai Kultúrpalotába minden hónap első keddjén délután 1-től 5-ig várják az önkénteseket, míg a kórház véradó állomására minden pénteken reggel 8 órától délután 2-ig lehet bemenni. A szakértők válaszolnak a következő rovatban. Januárban megkezdődött a COVID-19 elleni védőoltások beadása Magyarországon. Mivel érthetően sok a bizonytalanság bennünk a vírussal kapcsolatban, ezért a vakcina info videóiban a leggyakoribb kérdésekre válaszolnak a szakemberek. A legmodernebb technológia, amikor is egy hírvívő RNS-t juttatnak be. Ennek persze nincsen hosszú története, de régi, nagyon bevált, hatásos vakcinációink, oltásaink vannak. Ugye annak idején a legelső oltások, amelyeknek valóban évtizedeket köszönhetünk az életünkben,
elölt vírusok, legyengített vírusok, a következő generációja pedig vírus elemeknek más vírusba történő beépítésével történt a vakcináció. És talán ez a negyedik, amit mostanában olyan gyakran hallunk, ez pedig a Pfizer és Moderna vakcina. Én nem gyártó ország alapján határoznám meg a különböző típusú oltóanyagokat, hiszen nem az, hanem a fajta mechanizmus, amivel védi a szervezet, az lényeges. Van egyébként nagyon hatékony nyugat-európai védőoltás, amelyik hasonlóan a Sputnik vakcinához egy adenovírusba csomagolja a COVID-19 nagyon fontos fehérjének információját. Egyébként ezek a gyógyszergyárak dolgoznak is együtt, és együtt is fejlesztik a vakcinájukat. A kínai vakcinák legalább 5 fajta vakcinát jelent. Van közte olyan, amelyik a nagyon régen bevált, hosszantartóan alkalmazott, és a mai vakcinációban is használatos úgynevezett elölt vírust alkalmazza. Amikor egy influenza vírus vakcinát magunkhoz veszünk, és beoltatjuk magunkat, akkor egy ilyen elölt vírus típusú vakcinához jutunk. Tehát összességében az a legfontosabb, hogy eddig a történelemben csak biztonságos vakcinák álltak rendelkezésre. Nagy hagyománya, közel 100 éves hagyománya van az oltásnak. A fejlődés, a technikai fejlődés a reakciónak a gyorsaságát tudja felgyorsítani. Tehát arról van szó, hogyha egy ilyen nagy járványt, mint a COVID-19 2019 novemberében kitör egy országban, akkor az lenne a legfontosabb, hogy nem évek alatt, vagy adott esetben egy év alatt tudjunk egy megfelelő oltást létrehozni, hanem hónapokon belül. Az új technológiák, és itt a hírvívő RNS típusú oltások ennek a lehetőségét teremtik meg. Tehát arról van szó, ha megismerjük a vírust, megismerjük annak legfontosabb fehérjeit, akkor ezt le kell fordítani egy hírvívő RNS információjává, becsomagolni és bejuttatni a szervezetbe, a szervezet el fogja indítani az immunizációt, ezzel lakossági szinten létrejön a nyájimmunitás, és a járvány adott esetben hónapokon belül megáll. És nem fog 100 milliókat megfertőzni, és nem fog sajnálatosan milliókat olyan súlyos szövődményekkel megterhelni, amely következtében meghalnak. Az oltást követően, mint minden egyéb védőoltásnál, oltási reakcióra kell számítani. Az oltási reakció az az immunválasznak a reakciója, amit érzünk. Az oltás beadását követően 72 órán belül érezheti valaki magát fáradtabbnak, fáradtságérzés van, érezhet hőemelkedést, lehet valakinek esetleg láza is, lehet az oltás helyén duzzanat, pír, lehet, hogy a környéki nyirokcsomója kicsit beduzzad. Ez mind-mind az oltási immunválasznak a megjelenése. Voltak olyan tapasztalataink, hogy valakinél fejfájás jelentkezett az oltást követően. A legtöbb probléma abból adódik, hogy mindenki izgul, mindenkinek izgalma van magáért az egész védőoltás beadás körülményeiért, magáért az egész folyamatért, és amikor megkönnyebbülés fázisában a megfigyelés időt tölti az oltást követően, akkor elő szokott fordulni, hogy azt érzi, hogy egy kis szédülés van rajta, vagy a vérnyomásában változás történik. Ezt az úgynevezett feszültségreakciót átbeszélgetéssel, egy kis információadással szoktuk enyhíteni, és mindenki panaszmentesen távozik. Műsorunk végén kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, Medicinával legközelebb, márciusban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is, a viszontlátásra!